igazából én édesapámtól tanultam meg főzni paprikás krumplit, raktam bele az elején egy kis szalonát, hogy ugye jobban legyen zsír benne, volt benne zsír, raktam bele a hagymát, és így krumpli, ugye beleraktam a kolbászt, víz, meg most ugye kaptunk hozzá lecsós alapot, ezzel fog így főni szépen lassan, megvárom, míg elkezd kicsit jobban forni, és utána szépen lassan rakom hozzá a többi alapanyagot. Esélyes az első helyre? Hát esélyes, reménykedünk benne, hogy esélyes az első helyre. Paprikás krumpliszek vagyunk, úgyhogy senki nem csinált még soha, úgyhogy hallomásból dolgozunk, de úgy hallottuk mi is, hogy sok hagyma kell bele, akkor sűrű lesz, paprika jó legyen, és akkor hiba nem, és nem, úgyhogy reméljük, hogy finom lesz. Már mindenünk kész van, kb. Majdanok eddig kell beleszaggatni. Meg még meg kell várni egy kicsit felrottyanjon. Igen, még arra várunk, hogy felrottyanjon ez az egész. Olbász nincs benne? De benne vagyunk bele, igazából. Most lett belerakva. Milyen helyezésre számítatok? Reméljük az elsőt, mert első köszönjük egyértelműen. Szépen fő. Paprika, hagyma. Minden van rajta. Lecsó alap is van. Mert mitől jó egy jó paprikás krumpli szerintetek? Az öregségétől. Igen. Mióta fő? Órája. Akkor nem soká kész. Hát sok sikert. Ez már a második alkalom, itt már sokan ismerik egymást, elég családias a hangulat. Az év végéhez közeledve azért így is van egy kis tanév végi hangulat, meg családiasabb, hogy már ismerik egymást a diákok. Nagyon jó, kint együtt fociznak, bent együtt főznek, falatoznak, kóstolgatnak, úgyhogy azt mondom, hogy sikeres a rendezvény. 4 középiskola vesz most ebben részt, a Karácsonyi, az Erkel Ferenc Gimnázium, Haruken középiskola és a Gönösbeleg Katolikus Technikum, mint házigazda.